Bármikor indulhat a magyar határhoz az újabb karaván, még nem tudni, ki irányítja a Szerbiában ragadt bevándorlókat. Nagyon gyorsan terjed a koronavírus a karanténba zárt óceánjáron, 61 beteg van, a magyarok egyelőre jól vannak. 200 rendőr csapott le egy drogbandára, kábítószert, fegyvereket és egy kisebb vagyont találtak náluk. Lezárt sorompónál vitték át a gyerekeket, cseh óvónők, szerencsére nem jött a vonat, a rendőrök nyomoznak. Ez a híradó 7:30-kor az M1-en, Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk. Amíg nem védi Európa az Unió külső határát, bármikor újabb és újabb bevándorló karavánok indulhatnak útnak Magyarország felé, ezt mondták az M1-nek nyilatkozó szakértők. Tegnap délután láthatták élőben is az M1-en, több százan vonultak a kelebiai átkelőhöz. 2015 óta nem volt példa arra, hogy ekkora tömeg követelje a határnyitást egy helyen. Az illegális bevándorlók letáboroztak az átkelőnél, de még mielőtt több ezerre duzzadt volna a létszám, a szerb hatóságok buszokkal elvitték őket. Egyelőre nem tudni, ki szervezte a karavánt, és mikorra tervezi a következőt. Reggel 7 óra óta zavartalanul halad a forgalom a kelebiai határátkelőnél. Csak az eldobált szemét emlékeztet arra, hogy hajnalig migránsok százai lepték el a környéket. Csütörtökön délután a kelebiai határátkelőtől néhány száz méterre lévő erdőből több száz bevándorló indult el a magyar határ felé. A tömegben ezúttal gyerekek és nők is vonultak, de a menet nagy része férfiakból állt. Az M1 élő műsor folyamában tudósítóink végig közvetítették a migránsok vonulását. A szerb rendőrség próbálta megakadályozni, hogy még nagyobbra duzzadjon ez a tömeg, akik ugye eltökélt szándékuk, hogy a kelebia tompa határátkelő elé vonuljanak, és onnan addig nem mozdulnak, elmondásuk szerint, amíg nem engedi őket tovább. Most mennek el itt a szerb határőrök mellett, akik nem állták útjukat. A bevándorlók mindenféle ellenállás nélkül jutottak el a magyar határt védő vaskapuig, ahol leültek a kerítés elé, miközben a határ magyar oldalán rendőrök sorakoztak fel. Egy az M1 birtokába jutott levél szerint a migránsok eredetileg péntek hajnalra szervezték a menetet Szabadkáról a magyar határ felé. A megmozdulás a séta a szabad áthaladásért nevet kapta. A levélben, amelyet eljuttattak a legtöbb balkáni útvonalon tartózkodó migránshoz, pontos utasításokat adtak a résztvevőknek arra vonatkozólag, hogy hol és mikor gyülekezzenek, mikor indul a menet, és hogy a végállomása a tompai határátkelőhely. A migránsok a lezárt magyar határ és a hideg ellenére este sem hagyták el a területet. Azt mondták, addig maradnak, amíg át nem engedik őket. Éjszaka ellátogatott Kelebiára a szerb védelmi miniszter is, aki szégyenletesnek nevezte a határnyitásról szóló álhíreket. Alexander Vulin azt mondta, hogy a magyar határ megnyitásáról készült hamisított felvételekkel és álhírekkel vezetik félre egyes csoportok a Szerbiában tartózkodó migránsokat, akik ezek hatására indulnak el hiába Magyarország felé. A tárcavezető leszögezte, a belgrádi kormány nem fogja megengedni, hogy a migránsok elrontsák a jó szomszédi viszonyt Szerbia és Magyarország között. Ezeket az embereket különböző civil szervezetek manipulálták, becsapták, hamis ígéreteket tettek nekik, hazudtak nekik, és olyan fotókat mutattak nekik, hogy buszokkal viszik át őket a magyar határon, ahol vidáman fogadják, üdvözlik őket. A nagy részük azt sem tudja, hogy miért jött ide, mondta Alex. Pénteken hajnali 1:30-kor három busszal 200 szerb rendőr érkezett a határátkelő helyre. A migránsok felszálltak a járművekre, majd egy szerb befogadó központba szállították őket. Először mindenkit, például a sajtósokat kiküldték a határátkelő helyről, majd ezt követően mentek be a migránsokhoz, akik még mindig a kerítés mellett többségében aludtak. Ezt követően összeterelték őket, buszokra szállították őket, és elszállították valamennyit a Presavói táborba. A szerb hatóságok rendkívül korrektek voltak, hiszen a határnál gyülekező migránsokat elszállították, így az események nem vettek erőszakos fordulatot, mondta a biztonságpolitikai szakértő az M1-en.
a magyar határól ezt a tömeget elvitték. A probléma az, hogy ez a tömeg ott marad a Balkánon. Nyilvánvaló esze ágába sincs visszamenni Észak-Afrikába, Szíriába, Afganisztánba. Ő megpróbál áttörni. Nógrádi György hozzátette, a gyerekek megjelenése a tüntetésen és a helyesen megírt angol molinók is azt mutatják, hogy a megmozdulás mögött nemzetközi szervezetek álltak. Folytatjuk még az újabb bevándorló karavánnal, ugyanis megint beindult egyfajta kommunikációs csata itthon is és külföldön is. Alig ha lehet véletlen, hogy a tegnapi menet élére kisgyerekes családokat állítottak, és a kerítésnél is felsorakoztatták a gyerekeket, miközben az illegális bevándorlók 100 000-es tömege főként katonakorú férfiakból áll a Balkánon jelenleg. A nemzetközi és a hazai sajtó ilyen és ehhez hasonló képekkel próbálta bemutatni, hogy mi történt tegnap. Azzal a megjegyzéssel, hogy íme látszik, valódi menekültek, gyerekes családok útját próbálja meg elzárni Magyarország. A teljes igazsághoz talán hozzátartozik, hogy ezek a gyerekes családok átjöttek már jó pár biztonságos országon, beadhatták volna a menedékkérelmet akár Görögországban is, de a magyar határnál is meg lehetne próbálni legálisan a tranzitzónákon keresztül. Többek véleménye éppen az, hogy a katonakorú társaik és a karaván szervezői használják ki a gyerekeket és a gyerekes családokat, azzal a céllal, hogy a bevándorló barát sajtón keresztül nyomást gyakoroljanak, ebben az esetben például a magyar kormányra. Maja Lilla ott van a tegnapi helyszínen, tehát Tompánál, Tompa-Kelebiai határnál. Hideg volt, könnyen el tudták vinni ezt a csoportot. Sokkal nagyobb baj lehetett volna, hogyha a Szerbiában feltorlódott több ezer ember is odaér. Vannak hivatalos adatait, hogy végül is tegnap hajnalra mennyien gyűltek össze? Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Szerbiai forrásokból tudjuk, hogy körülbelül mennyien lehettek. Ezek az információk azt mondják, hogy összesen 750 migráns szállítottak el innen a kelebiai határátkelőhelyről. Ugye olyan 2:45-ig 10 busz ment el innen a kelebiai határátkelőhelyről. Ugye olyan nagyjából olyan 1:30-kor kezdődött ez az akció. Ugye a kisgyermekes családokat, azokat elvitték a szabadkai befogadóba, és ugye 7 olyan busz volt, amit gyakorlatilag csak egyedülálló fiatal férfiak voltak, őket Dél-Szerbiába, Preševóba szállították, és ugye, mint kiderült, még itt maradtak migránsok, őket nagyjából olyan hajnal 5 órakor tudták elszállítani a szerb hatóságok, 2 csuklós busz jött értük. Őket először elvitték Zomborba, de tekintettel arra, hogy ugye az nagyon közel van a magyar határhoz, és félő, hogy kijönnek a befogadóból, és ezt követően pedig újra próbálkoznak, ezért a nap folyamán őket is elszállították Dél-Szerbiába. Ami kiderült viszont, hogy nagyjából egyébként a résztvevőknek mindösszesen 10%-a volt az, akik befogadókban vannak, az összes többi az olyan, többségében fiatal férfi, akik itt voltak fönt a térségben, és gyakorlatilag nap mint nap próbálkoztak azzal, hogy átjussanak a zöld határon. Ezt pedig azt feltételezni, hogy nagyjából egyébként jelen pillanatban olyan 6000 migráns tartózkodik a szerbiai befogadókba, de a teljes szerbiai létszámot most 7000 főre becsülik, ami óriási nagy szám tekintettel arra, hogy még szeptember környékén mindösszesen csak 3000 migráns tartózkodott Szerbiából, folyamatosan érkezik tehát az utánpótlás délfelől, és ugye sokan vannak, akik Boszniából is visszatértek Szerbiába, hogy magyar határ felé próbálkozzanak. Igen, az előbb én ugye tegnap hajnalt mondtam, de nekem a ma hajnal a tegnap hajnal, mert azután feküdtem le, hogy láttam, hogy ti végig dolgoztátok a napot, és kezdett megoldódni a helyzet. Szóval ezek a befogadó táborok sem zártak, ahol laknak a bevándorlók, azok meg különösen nincsenek bezárva, akik a mezőkön, erdőkben, elhagyott épületekben laknak. Tehát bármikor megismétlődhet ez a szituáció. Igen, ez így van, de azért úgy tudjuk, hogy ez a tegnapi eset valamelyest megosztotta a migránsokat. Vannak olyanok, akik továbbra is elszántak, és azt mondják, hogy néhány nap múlva visszatérnek ide Szerbia északi részére, és újra megpróbálkoznak, akár demonstrációval is. Viszont vannak olyanok is, akik levonták a konzekvenciát, és azt mondták, hogy ezzel, hogy mondjuk kijönnek ilyen rossz időbe, akár pici gyerekekkel is, ezzel úgy tűnik, hogy nem érnek el semmit, mert ettől még a határok nem fognak megnyílni, azért ez már egy fontos konzekvencia, illetve azért azt is figyelembe kell venni, amit ugye mondott a védelmi miniszter is tegnap itt
a határon, hogy azért vannak olyan szervezetek, akik ezeket az embereket hát úgymond megvezetik, mert azt mondják nekik, hogy majd megnyitják a magyar határt, és ugye ez nem igaz. Tegnap is volt olyan szervezet itt a kelebiai határátkelőhelyen, aki megpróbált takarókat osztani a migránsoknak, hogy rábírják őket úgymond, hogy még tartsanak ki és maradjanak, tehát aztán a szerb hatóságok közbeléptek. Úgyhogy valószínűleg az elkövetkezendő hetek, hónapokban előfordul majd az, hogy lesznek ilyen szerveződések. Kérdés az, hogy ezek után egyébként a migránsok ehhez majd hogyan állnak hozzá, hiszen azért az is embertelenség, hogy azt mondják nekik, hogy át fognak jutni, és utána ugye néhány óra múlva kiderül, hogy ez nem így van. Különösen ezt kisgyerekes családoknak mondják azzal a céllal, hogy a fotókon, videófelvételeken ott legyenek az 1-2 éves kisgyerekek is a hidegben. Nagyon szépen köszönjük, Lilla! Közleményben mondott köszönetet Magyarországnak az osztrák belügyminiszter azért, hogy sikerült megvédeni tegnap a schengeni határt. Hangsúlyozta, hogy Ausztria számára is fontos cél az illegális bevándorlás elleni küzdelem, valamint a határok védelme. Emiatt küldenek ők is folyamatosan osztrák rendőröket az észak-macedón görög határa. Az osztrák belügyminiszter hozzátette, hogy továbbra is ébernek kell maradni, mert Görögországban feszült a helyzet. Az elmúlt évek talán leghangosabb politikai botrányát okozta Németországban, hogy a héten Türingia tartomány parlamentje úgy választotta miniszterelnökké az egyik liberális politikust, hogy az AfD nevű bevándorlás ellenes párt is őt támogatta. A felzúdulás miatt a tartományi vezető végül egy nap után lemondott. Angela Merkel kancellár szerint megbocsáthatatlan bűn együttműködni az AfD-vel. Úgy tűnik tehát, hogy továbbra is egyfajta politikai karanténban tartják Németországban a bevándorlás ellenes pártot. Enyhén csalódottan érkezett csütörtöki sajtótájékoztatójára az új türingiai miniszterelnök. Thomas Kemmerich ugyanis mindössze 24 óráig viselte ezt a tisztséget, már is lemondani kényszerült. A szabad demokrata politikus azért nem tarthatta meg pozícióját, mert megválasztását szavazataival támogatta az Alternatíva Németországnak nevű párt. Új választásokat szeretnénk, hogy ezzel lemossuk azt a szégyenfoltot, ami az AfD támogatása révén keletkezett ezen a tisztségen, mondta a frissen megválasztott tartományi miniszterelnök. A liberálisok jelöltje szerint az AfD, ahogy a bejelentésen fogalmazott, egy aljas trükkel próbált meg kárt tenni a demokráciában. Az állítólagos aljas trükk abból állt, hogy az AfD-s képviselők a szerdán tartott miniszterelnök választás harmadik fordulójában kihátráltak saját jelöltjük mögül, és az FDP-s indulóra szavaztak, aki így megelőzte a szélső baloldal jelöltjét. A türingiai szavazás akkora politikai földrengést, vagy ahogy sokan fogalmaznak, hisztériát okozott Németországban, hogy még maga a német kancellár is határozott állást foglalt az ügyben. Ez megbocsáthatatlan, és ezért a szavazás eredményét érvényteleníteni kell, nyilatkozta tőle szokatlan kemény szavakkal az éppen külföldi útján tartózkodó Angela Merkel, aki úgy fogalmazott, szörnyű nap volt ez a demokrácia számára. A CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer ugyanakkor azt nyilatkozta, szeretnék új választások nélkül megoldani a kialakult helyzetet. Türingiában múlt évben tartottak tartományi választásokat, amelyen az országot vezető koalíció pártjai igen rosszul szerepeltek. A legerősebb az egykori keletnémet állampártból kialakult baloldal maradt. A tartomány választóinak 23%-a, vagyis csak nem minden negyedik ember azonban a jobboldali Alternatíva Németországnak nevű pártra szavazott. A pártvezetői most éppen a többi politikai erő lépéseit tartják a demokráciával összeegyeztethetetlennek. Alexander Gauland pártelnök rámutatott. Így éppen a választói akarattal mennek szembe az országos pártok. Az a fontos, hogy a többi párt bázis, amit gondol, és meggyőződésem, hogy sok türingiai CDU tag is úgy gondolja, hogy az AfD-s politikusok jól tették, amit tettek. Nyilatkozta Gauland, aki azt is hozzátette, hogy a többi párt pont emiatt tudja nehezen kiközösíteni az AfD-t, hiszen a kereszténydemokrata választók jelentős része is inkább egy jobboldali koalíciós kormányzást támogatna. A szlovák hatóságok szerint sikerült megakadályozni, hogy komolyabb ökológiai katasztrófát okozzon a tegnapi ipari baleset. 3000 köbméter veszélyes iszap szabadult ki egy biogázüzemből. Félő volt, hogy a közeli patakon keresztül az Ipolyba, onnan pedig akár a Dunáig is eljuthat a szennyeződés. Úgy tűnik jelenleg, hogy ezt sikerült elkerülni. Ennek a szlovákiai biogázüzemnek sérült meg az egyik tárolótartája, amelyből hatalmas mennyiségű biohulladék folyt ki a magyar határ közelében.
Egyes információk szerint a visszacsapó szelep meghibásodása okozta a szivárgást. A biogáz készítésekor felszabaduló iszapszerű hulladék elérte a környező földeket és a patakot. A rádióban bemondták, hogy ne zuhanyozzanak és ne mossanak azok, akik az üzem közelében laknak, hogy a csatorna vizéből tiszta mintát tudjanak venni, mondta egy helybéli. A szlovák katasztrófa elhárítók folyamatosan dolgoznak a szennyezés megszüntetésén. Két gátat építettünk, amelyek felfogják a szennyeződést, mondja Csábrág Varbók polgármestere, aki szerint az ivóvízhálózatba biztosan nem jutott be a szennyeződés. Reggel óta kettő traktor, ciszternás traktor szállítja azt a, ezt a biohulladékot, amely ugye kifolyt innen az üzemből, és az RS, tehát az esővíz csatornába belefolyt, ott megállították, ugye azokkal a gátakkal, amit fölépítettek földből, és most onnan kiszivattyúzzák ezek a traktorok az ott fölhalmozódott anyagot, és azt ide visszaszállítják az üzembe. Itt helyezik el egy olyan tartályba, amely egyébként épségben van. Ez gyakorlatilag reggel óta folyamatosan zajlik megállás nélkül. A kárfelmérés és a vizsgálatok jelenleg is tartanak. A szlovák hatóságok későbbre ígérnek részletes tájékoztatást. Magyarországon több tucat biogázüzem működik, több cégvezető is azt mondta az M1-nek, hogy a szlovákiai szennyezéshez hasonló eset nem fordulhat elő itthon, mert nagyon szigorúak a biztonsági előírások. Ráadásul a szakma úgy tudja, hogy a szlovákiai üzem tulajdonosa eddig is bajban volt már. Szarvason működik az ország legnagyobb biogázüzeme. Ezekben a vastag betonfalú, földbe süllyesztett erjesztő tartályokban zöld energiát termelnek. Többek között állati eredetű trágyából, cukorcirokból, illetve sajt és konzervgyári iszabból állítják elő a biogázt. A cég vezetője az M1-nek azt mondta, a szlovákiai szennyezéshez hasonló eset azért sem fordulhat elő Szarvason, mivel az üzem egy úgynevezett geotextílián fekszik, ami semmilyen folyadékot nem enged a talajba. A második lépcső azt mondanám, hogy maguk a fermentorok felépítése, beton siló gyakorlatilag, amit két erős fólia zár le. A következő lépcső, ami a védelmet szolgálja, azok a különböző jelzőberendezések. Egyrészt látjuk azt folyamatosan online, hogy mi történik a fermentorokban, milyen hőmérsékleten vannak, mi az összetétel, mi a gázfejlődés, hogyha valamilyen rendellenes fejlődés lenne, úgynevezett habzás, akkor azt riasztó berendezések jelzik. A Csábrág-Varbóki bióüzem egyik tartályának szivárgását szerdán vették észre a közelben dolgozó gazdák. Információink szerint a bióüzem már hosszú hónapok óta nem termel, tavaly csődeljárás is indult ellene. A szlovák cégjegyzék szerint a tulajdonos egy pozsonyi székhelyű cég, amely az elmúlt években veszteségesen működött. A megrepett tartályban biogáz előállítása során keletkezett iszapszerű anyag volt. A szakembereknek azóta sikerült megállítani a közeli patak további szennyezését, de azt még nem lehet tudni, hogy mennyi szivároghatott bele. A szennyezett víz Magyarországot is veszélyeztetheti. A patak ugyanis végül az Ipolyba folyik. Embere nem veszélyes, nem mérgező. A Híradónak nyilatkozó szakértő azt hangsúlyozta, hogy a kiömlött habzóanyag nem vegyi, hanem szerves természetű, ami leginkább a halállományban okozhat kárt. A vízben élővilágnak ugye oxigénre van szüksége, ugye maga a szerves anyagnak a bomlása az oxigént igényel, tehát ennek, hogy a vízben levő baktériumok is bontják ezt a szerves anyagot, elvon rengeteg, hirtelen sok oxigént vonna el, ez oxigén hiányos állapotot idéz elő a vízben, és ez fulladást okoz a benne található halaknak, esett kéthéltűeknek, puhatestűeknek. A szlovák vízügyi szakemberek már figyelmeztették a magyar hatóságot. Az országos vízügyi főigazgatóság annyit közölt, várják a vizsgálatok végét, de nem számolnak ökokatasztrófával. Félelmetes tempóban terjed a kínai koronavírus a japán partoknál karanténba zárt óceánjáron. Már legkevesebb 61 beteg van, köztük 20 éves fiatalok. Az óceánjáron dolgozó három magyar továbbra is jól van, a tokiói nagykövetség tartja velük a kapcsolatot. A külügyminisztérium közben már kettő magyarról tud, akik Kína lezárt területén maradtak, azt mondják, hogy nem akarnak hazajönni.
Egy úgynevezett karanténfolyósót rögzítettek a Gyémánt Hercegnő nevű üdülőhajóhoz Yokohama partjainál. Ezen keresztül hozzák ki a fertőzés gyanús utasokat a hajóról. Akinél pozitív a teszt, mentőautóval szállítják el. Már több mint 60-an vannak, akik megfertőződtek a koronavírussal. A luxushajó már napok óta karanténban van. Kedden diagnosztizálták az egyik utasnál a fertőzést, azóta egyre többen betegednek meg. Egyértelmű, hogy ott van ez a hajón ez a vírus. Kis Gábor István, a közmédia ázsiai tudósítója azt mondta, már több száz tesztet elvégeztek azokon az utasokon és személyzeten, akik kapcsolatba léptek a fertőzöttel. A koronavírussal diagnosztizáltak 20 és 80 év közötti felnőttek. Jó részt középkorúak, vagy az életük utolsó éveiben lévők, de vannak köztük fiatalok is, és arra kell figyelni, hogy ez a 41-es szám, ez nagyjából egy olyan 160-170 teszt eredménye. És hogyha megnézzük azt, hogy 273 emberen, 273 utason végezték el, vagy végzik el a teszteket, és abból jön ki ez a 61-es szám, akkor látható, hogy nagyjából olyan 25-30%-os pozitív eredménnyel diagnosztizálják a vírust. Ez egy elég magas számnak számít. Ezen a hajón tartózkodik jelenleg is az a három magyar, akik a személyzethez tartoznak. Egy testvérpár, akik zenészként dolgoznak a luxushajón, és egy felszolgáló. A külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára azt mondta, ők nincsenek a fertőzöttek között, és folyamatosan kapcsolatban vannak velük. Mindhárman jól vannak, a tokiai nagykövetségünk kapcsolatban van velük, hangulatuk megfelelő, és az egészségük is megfelelő, tünetmentesek. Ezen a hajón jelenleg 61 fertőzöttet diagnosztizáltak, de a három magyar jól van. Tudunk még egy magyarról, akit a Fülöp-szigeteken vizsgálnak, az ő tünetei is enyhültek, jó kórházi körülmények között van, a mintavétel megtörtént a koronavírussal kapcsolatban, várjuk az eredményt. Mind a mai napig semmilyen klinikai tünetük és panaszuk nincsen, úgyhogy mindannyian bízunk benne, hogy egészségesen fognak távozni a kórházból jövő héten, vasárnap. Itthon eddig 10 magyar került a Délpesti Centrum Kórházba kivizsgálásra. Közöttük vannak 7, akiket vasárnap menekítettek ki Wuhanból. Budapesten a Délpesti Centrum Kórház Szent László telephelyén eddig 10 esetről volt szó. A 10 esetben ma már a sajtó nagy érdeklődése miatt beletartozik a kínai repülőgépvezető, a kínai pilóta, aki azóta már ismert repülőgépet vezet, egy kínai hölgy, aki lázasan érkezett hozzánk, és kizártuk nála a fertőzést, és az az egyetemista fiatalember, aki Wuhan városából érkezett vonattal, majd repülővel Magyarországra, és éppen tegnap telt le nála az a 14 nap, ami az úgynevezett karantén időszak, a koronavírus leghosszabb lappangás ideje. Jelenleg Kínában csak nem 200 magyar van. Velük folyamatosan tartja a kapcsolatot a pekingi nagykövetség. A kínai lezárt területen pedig 2 vannak, egyikük sem akarja elhagyni az országot. A koronavírus elleni védekezésről tárgyalt tehát az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága. Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, hogy a reptéren, valamint a határokon is mindent megtesznek, hogy senki ne hurcolja be a vírust. Közben a rabok 3 műszakban gyártják a védőfelszereléseket. A kormány szerint az eddigi intézkedések hatékonyak voltak. Egymás után érkeztek az Országházba a Népjóléti Bizottság és az operatív törzs tagjai, hogy a koronavírus elleni védekezésről egyeztessenek. Órákon át tartott az ürés. Az első perctől kezdve. Az országos tisztifőorvos elmondta, minden szükséges intézkedést bevezettek, továbbra is megvizsgálják az összes olyan embert, akinél felmerül a koronavírus gyanúja. Nincs az a 100%-os biztonság, amellyel egy eset beérkezését ki lehetne zárni. Ezért rendkívül fontos az a járványügyi figyelőrendszer, amelyet folyamatosan működtetünk, és ezért tartom fontosnak, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központban történjenek a laborvizsgálatok. Itt egy olyan felkészültséggel rendelkezünk, amely a jelenleg rendelkezésre álló kimutatási módszerek teljes vertikumát tartalmazza. A reptéren és a határátkelőkön az ellenőrzések jól működnek, folyamatosan gyártják a védőfelszereléseket is, elegendő van, milliós darabszám, erről a belügyminiszter beszélt. Hozzátéve, nincs szükség a beutazás korlátozására, hiszen a kínai fertőzött tartományt senki nem hagyhatja el. Magyarországon jelen pillanatban koronavírus fertőzés nincs. Ezt szeretném legelőször elmondani, és ezt szeretném kihangsúlyozni. A célkitűzésünk az,
hogy ne is legyen. A megelőzés a legjobb védekezés, és ennek megfelelően készítettük el azt az akciótervet, amelynek alapján mindenkinek Magyarországon a koronavírus ellen a hivatalos személyek között dolgoznia kell. Az ülés után a bizottság szocialista elnöke, Kóros Lajos azt mondta, összességében megnyugtató tájékoztatást kaptak. A büntetés végrehajtási intézetekben három műszakban dolgoznak különböző védőfelszerelések elkészítésénél. Én ezt a legmesszebb menőkig tudom üdvözölni és támogatni. És a külügyminiszter úr kapcsán kell, hogy még egy dolgot megemlítsek. Részletesen tájékoztatott bennünket, hiszen kérdeztük a repülőjáratokkal kapcsolatos intézkedéseket. Az államtitkár úr megnyugtatta a képviselőket. A Népjóléti Bizottság legközelebb február 17-én ülésezik. Ha indokoltnak tartják, ismét kérik az operatív törzs tájékoztatását. Mától Budapesttől egészen Ceglédig kétszer két sávos autóút vezet, hamarosan jönnek a részletek, nézzük, hogy mi lesz még a híradóban. Online petíció indult Jávor Benedek leváltásáért, a kezdeményezők szerint alpári primitív bejegyzése miatt kell távoznia. Rekordot döntött tavaly a turizmus, hévíz lett az egyik legkedveltebb európai úti cél. Úgy tudjuk, egyetlen gyöngyöspatai család sem küldte vissza azt a kérdőívet, amelyben az önkormányzat, valamint a tankerület arról érdeklődött, hogy elfogadják-e a 100 millió forintos pénzbeli kártérítés helyett az állam által felajánlott oktatási képzési támogatást. Vagyis marad a patthelyzet. A Fidesz továbbra is úgy látja, hogy többet érne az oktatás, mert hogy a pénz elfogy, a tudás viszont megmaradna. Én úgy gondolom, hogy a fizetés azért kéne az enyém romát, hogy nagyon gyengén élnek, nagyon egy kenyérből nincs, kenyér van, bodafot eznek, amikor nem is esznek. Államilag elismert szakképzés, idegen nyelvi órák, informatikai oktatás és a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő foglalkozások, akár évekre vagy élethosszig tartóan is. Ezeket a megoldásokat ajánlotta fel Gyöngyöspata önkormányzata és a 60-i tankerületi központ a szegregációban érintett diákoknak. A hétfői egyeztetésen a romák közül többen is kikötötték, nem engednek álláspontjukból, és kizárólag pénzt hajlandóak elfogadni. Szerintem beszéltek mindenkinek a nevében, hogy az egész roma, aki itt megjelent máma, ezeknek nem egyezkednek senkivel. Konklúzió az volt, hogy ők csak is pénzt kérnek. Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint igazságtalanság mindenért az iskolát okolni, ugyanis minden családnak kötelessége iskolába járatni a gyerekeit. Azoknak is, akik most türelmetlenül követelik a több millió forintot. Szégyelje magát a kormány. Hát nem ég le a képükről a bőr. Bár a roma diákok szegregációja még 2004-ben a Gyurcsány kormány idején kezdődött. A szocialista Kurózs Lajos mindenért a jelenlegi kormány tette felelőssé. Horváth Lászlónak pedig külön is üzent. Oda küldik ezt a nyomorult Horváth Lászlót? Bohócnak? Hát nem tudok rá mit mondani. Hát ez az embernek is hitvány, nem parlamenti képviselőnek, embernek is hitvány. Oda megy uszítani. Undorodom tőle, amit csinálnak. Gyűlölöm őket. Én személy szerint nem értek egyet más emberi minőségének a kritizásában vagy minősítésében. Tóth Bertalan bár elhatárolódott politikustársától, az MSZP elnöke szerint Kurózs Lajosnak kell eldöntenie, hogy bocsánatot kére kijelentése miatt. Egyre szaporodnak a baloldali hazugságok Gyöngyöspata kapcsán, ezért tisztázzuk, hogy mi is pontosan a Fidesz álláspontja. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a párt Facebook oldalára feltöltött videóban mondta el, mit képviselnek a kormánypártok Gyöngyöspatán. Közölte, számukra elfogadhatatlan az erőszak minden formája. Ahhoz szükséges, iskolarendészetet kell fölállítani. Kettő. Olyan oktatásra van szükség, ami segít felzárkóztatni a lemaradókat, de közben nem hátráltatja a jobban teljesítőket. A kormánypárti politikus a milliós kifizetéseket igazságtalannak nevezte, mert az további feszültségeket kelt. Hollik István azt mondta, az érintett gyerekeket oktatással és nem pénzzel kell segíteni. És végezetül ide Gyöngyöspatára 80 gyerek jár iskolába. 86-ot a szüleik kénytelenek más iskolába vinni. Ez így nem mehet tovább.
minden gyereknek joga van helyben tanulni. Mi azért dolgozunk, hogy ezeket a célokat elérjük. Információink szerint a tankerület és az önkormányzat által megküldött kérdőívet, mely szerint az érintettek elfogadják-e a kormány által felkínált természetbeni kártérítést, vagy csak a pénzbelire tartanak igényt, már vissza kellett volna küldeniük az érintetteknek, ám eddig egyetlen válasz sem érkezett a hivatalokhoz. A Mi Hazánk szerint nem megszüntetni, hanem törvényesíteni kellene a szegregációt az oktatásban. Úgy látja a párt, hogy a problémás gyerekeket kellene kivenni az iskolákból, és kártérítést pedig azoknak kellene fizetni, akik korábban kényszerből váltottak iskolát. Nem a kártérítési törvényen kell tehát változtatni, hanem ki kell mondani a köznevelési törvényben, hogy az elkülönítés igenis lehet jogszerű, és vannak olyan esetek, amikor a szegregáció egyébként mindenkinek jobb megoldást jelent. Online petíciót indított egy nőket és családokat képviselő egyesület azért, hogy Karácsony Gergely főpolgármester váltsa le Jávor Benedeket a néhány nappal ezelőtti alpári, primitív, elfogadhatatlan internetes bejegyzése miatt. Arról írt a héten Jávor Benedek, azért imádkozik, nehogy a Silvio Berlusconi korábbi olasz kormányfővel tárgyaló Novák Katalin államtitkár véletlenül egy szexpartiban találja magát. Jávor Benedek májusban kiszorult az Európai Parlamentből, de Karácsony Gergelytől munkát kapott, jelenleg ő képviseli Budapestet Brüsszelben. Hogy nevesítsük azt a sok-sok embert, aki az elmúlt napokban megkeresett bennünket, ezért a mai napon elindítunk egy online petíciót. Aláírásgyűjtést indítanak Jávor Benedek leváltásáért. Erről beszélt a Mindennapok Női Szemmel Egyesület elnöke. Király Nóra elmondta, hogy a kezdeményezést a párbeszédes politikus Novák Katalinra tett elfogadhatatlan kijelentése miatt indították. Petíciójuk a nőiszem.hu oldalon érhető el. Arra szólítják fel Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy vonja vissza Jávor Benedek brüsszeli megbízatását. Ez a pozícióhoz méltatlan egy olyan ember, aki egy édesanyát, egy közéleti szereplőt, egy nőt sérteget olyan alpári, primitív módon, ami minket, nőkkel, családokkal foglalkozó embereket, civil szervezeteket mérhetetlen módon felháborít. Novák Katalin a Fidesz alelnökeként kedden folytatott megbeszélés Silvio Berlusconi korábbi olasz kormányfővel. Római találkozójukról egy fotó is készült, melyet az államtitkár saját közösségi oldalán osztott meg. Ezt kommentálta angol nyelvű Twitter üzenetében egy szexista megjegyzéssel Budapest brüsszeli képviselője. Jávor Benedek azt írta, hogy idézem, imádkozik azért, hogy ne legyen kavarodás a meghívókban, és nehogy véletlenül Novák Katalin egy unga-bunga parti közepén találja magát a keresztény családi értékekről szóló beszélgetés helyett. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár válaszlevelében primitívnek és ocsmánynak nevezte a politikus üzenetét. Írását Karácsony Gergely főpolgármesternek címezte, akit emlékeztetett rá, hogy Jávor Benedek az ő felkérésére képviseli Budapestet Brüsszelben. Novák Katalin levelét azzal zárta, hogy ha már Karácsony Gergely Niedermüller Péter kirekesztő kirohanását megvédte, ne kövesse el még egyszer ezt a hibát. Az ízléstelen, nőket, édesanyákat sértő írás rávilágít, hogy a bukott párbeszédes politikus nem Budapestért dolgozik az Európai Unióban, hanem gyűlölködik. Ezt már a Fidesz budapesti elnöke írt a közleményében. Láng Zsolt szintén felszólította Karácsony Gergelyt, hogy hívja vissza tisztségéből Jávor Benedeket. A főpolgármester egyébként napok óta hallgat az ügyről, miközben a közösségi médiában, más témákban láthatóan aktív. Rasszista bűncselekmény miatt 2 év felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság a jobbikos Szabó Balást, aki mögé a teljes baloldal felsorakozott az októberi önkormányzati választáson, így lett képviselő Újpesten. Szabó Balázs az elsőfokú, egyelőre nem jogerős döntés szerint 2 társával tunéziai turistákat vert meg Budapesten. A jobbikos politikusnak nem ez volt az első botránya, korábban garázdaság és hivatalos személy elleni erőszak miatt már pénzbüntetést kapott, egy másik ügy is közben folyamatban van, a gyanú szerint társaival a 2018-as választási kampányban megverte a Fidelitas aktivistáit. A bal liberális pártok egyelőre nem követelték a rasszizmus miatt elítélt politikus lemondását.
Oda-vissza üzengetnek egymásnak a jobbikos és DK-s politikusok. Ma Jakab Péter válaszolt Gyurcsány Ferencéknek. A szóváltás eleve a Jobbik elnökétől indult néhány napja. Gyurcsány Ferencet ugyanis a mazsolához hasonlította, ami szerint egy megosztó étel. Erre tegnap a DK szóvivője azt válaszolta, hogy a jó cukrász nem a szíve szerint válogat a hozzávalók közül. Jakab Péter mai receptje szerint a jó cukrászmester olyan süteményt tud sütni, ami mindenkinek ízlik. Jó cukrászmester az olyan süteményt tud sütni, ami mindenkinek ízlik. Azon vagyunk, hogy megalkossuk azt a receptet, ami mindenki számára fogyasztható, és el tudja hozni a változást Magyarország számára 2022-ben. Az LMP szerint jogot és lehetőséget kell biztosítani az élhető környezethez. A párt ezért újabb zöld népszavazási kérdéseket nyújtott be. Az LMP szerint a kormány nem hoz érdemi döntéseket a klímaváltozás ellen. A kormány leginkább csak kommunikáció szinten kezeli ezt a kérdést, és amikor érdemben kell tenni akár a klímaváltozás megfékezésért, vagy pedig akár a levegőszennyezettség csökkentéséért, akkor gyakorlatilag ezeket a programokat az utolsó pillanatban lenullázza. Az MSZP szerint, ha a kormány valóban kiszámítható életpályát akar a rendvédelmi dolgozóknak, akkor a béremelésüket törvénybe kell iktatni. Harangozó Tamás azt mondta, hogy a kormánypártok ezt megígérték ősszel, de mostanáig nem történt meg. Arra kérjük a kormányt, hogy a tavaszi ülésszak egyik első törvényjavaslata az legyen, hogy a hivatásosok és a honvédek alapilletményét törvényben garantáltan emeljék meg. Magyarország javaslatot tett Ukrajnának, hogy hogyan lehetne megoldani a magyar nyelvű oktatással kapcsolatos vitát. Szijjártó Péter több miniszterrel is tárgyalt Kijevben. Azt mondta, érthető ukrán részről az az elvárás, hogy tudjanak ukránul az ország állampolgárai, de Magyarország szerint nem lehet elvenni azt a jogot a magyaroktól, hogy a saját nyelvüket használják. Az ukránok azt akarják, hogy minden ukrajnai állampolgár beszélje valamilyen szinten az államnyelvet. Mi pedig azt akarjuk, hogy a kárpátaljai magyarok megtarthassák a magyart, mint saját anyanyelvüket. Én azonban azt gondolom, hogy ez a két cél egyszerre megvalósítható. Ezért egy olyan javaslatot tettünk le az ukrán kormány asztalára, amely egyszerre biztosítja a magas szintű ukrán nyelvoktatást a kárpátaljai magyarok számára, ugyanakkor meghagyja a lehetőséget a kárpátaljai magyar diákok számára, hogy anyanyelvükön tanulják az összes tantárgyat. Pontosan 3 hónapig lehet még aláírni a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését. Ezt az interneten is bárki megteheti. Pártszínektől függetlenül több magyar politikus megtette már, és erre kérnek másokat is. Ma Varga Judit igazságügyi miniszter is aláírta a kezdeményezést. Közösségi oldalán azt írta hozzá, hogy add tovább, csatlakozzunk minél többen. A kezdeményezők egyik célja, hogy az uniós támogatások szétosztásánál figyelembe kelljen venni a régiók nemzeti jellegzetességeit, ami kedvező lenne a határon túli magyar közösségek számára. 30%-kal emelkednek az egyetemi és főiskolai ösztöndíjak, erre a kormány szóvivő hívta fel a figyelmet. Szent Királyi Alexandra arról is beszélt egy internetes videóban, hogy az idei tanévben is több mint 1000 hallgató kap külön nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat. Februártól emelkednek az egyetemi és főiskolai ösztöndíjak, hiszen az egyfőre jutó hallgatói támogatás összege is nőtt. Hogy mit is jelent ez pontosan? A 2018. szeptemberi emelkedés után most további 30%-kal 166.000 forintra nőtt a hallgatói normatíva. Összesen 40%-kal bővült a felsőoktatási ösztöndíjakra fordítható keret, amelyre a kormány 2020-ban 3,5 milliárd forint többletforrást fordít. Tehát tovább emelkednek a felsőoktatási hallgatói ösztöndíjak, és már 17 különbözőből választhatnak a hallgatók, természetesen tanulmányi eredményeiknek és szociális helyzetüknek megfelelően. 10 év alatt másfélszeresére nőtt az állami vagyon, a kormány számításai szerint jelenleg megközelíti a 18.000 milliárd forintot, ennek nagy része ingatlan, illetve részesedés különböző társaságokban. 2010-ben ennél 52%-kal kevesebb vagyona volt még a magyar államnak.
Fontos szakaszsal bővült közben a gyorsforgalmi úthálózat, átadták az M4-es autóutat Üllő és Albert-Tirsa között, ez 30 km, így mostantól már az M0-ás körgyűrűtől egészen Ceglédig végig kétszer kétsávos úton lehet menni. Akik arra járnak, nekik mondani sem kell, de talán az ország távolabbi pontjain is mindenki tudja, hogy a 4-es az egyik magyar halálút. Abba lehet bízni, hogy mostantól ezen a szakaszon Pest megyében legalább kevesebb lesz a baleset. Rendőri felvezetéssel nyitották meg az autósok előtt az M4-es autóút Üllőt és Cegléd térségét összekötő szakaszát. Eddig is nagy szükség lett volna arra, hogy a városokat, a falvakat kikerülve gyorsabban be tudjunk érni a munkahelyre, vagy akinek éppen szórakozni való lehetősége van. Én nagyon örülök neki, hogy ezt átadták. Nagy Sándor pilisi lakos az elsők között volt, aki már a falvakat kikerülve az autóúton jutott be a fővárosba. A kormány célja, hogy a megyei jogú városok és a kiemelt gazdasági területek kétszer kétsávos utakkal kapcsolódhassanak a gyorsforgalmi úthálózatba, és az autópályák és autóutak elvezessenek az ország határig, mondta az Információs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az átadón. Korábban a 4-esnek volt egy nagyon csúnya jelzője, hogy halálút, rengeteg baleset történt rajta. Itt elkerülve a településeket, kétszer két sávon biztonságosan 110 km/h sebességgel, személygépjárműveknek 70 km/h sebességgel, tehergépjárműveknek ilyen sebességgel haladt egy biztonságos és gyors összekötetést kínálunk az M0-ás, illetve Cegléd között ebben az első fázisban. Az Üllőt és Cegléd térségét összekötő új 30 km-es kétszer két sávos útszakasz nettó 52 milliárd forintból készült el, és 6 település tehermentesít az átmenő forgalom alól, ami az ott élőknek óriási segítség. A tervek szerint a következő Cegléd és Abony térségét összekötő útszakasz is idén elnyeri végleges formáját, de jelenleg is vannak már az autósok számára használható szakaszai. Decemberben és a teljes tavalyi évben is rekordot döntött a turizmus, ezt mutatják a KSH adatai. Több mint 6 millió külföldi vendég jött Magyarországra, miközben 6,5 millióan tudtak elmenni, üdülni, pihenni, kirándulni itthon. Szakértők azt emelték ki a külföldiekkel kapcsolatban, hogy egyre több jól fizető amerikai, kínai, angol, olasz vagy éppen izraeli turista jön Magyarországra, így a bevételek a vendégszámnál is jóval gyorsabban nőnek. Kellemes. A hévízi gyógytó hőmérséklete a hideg idő ellenére is 30 fokos. Többek között ezért és gyógyító hatásáért járnak ide sokan külföldről is. 79 éves vagyok, azért is járok ide, mert ez a víz fitten tart, mondja ez a német férfi. Ezzel nincs egyedül. Hévész ugyanis bekerült a 15 legkedveltebb európai úti cél közé egy közönségszavazáson. Ezzel megelőzte Prágát és Madridot is. Magyarország egyre népszerűbb a külföldi turisták körében. A KSH adatai szerint 2019-ben több mint 2%-kal több éjszakát töltöttek hazánkban, mint az előző évben. Ezt tapasztalják ebben az alakorosi hotelben is. Sokan jönnek például Ausztriából. Egy rövid vadásztúrán vagyunk a barátainkkal, de most pihenünk a hotelben, éppen masszázson voltunk, mondja ez az osztrák férfi. Nem csak a külföldiek körében népszerű Magyarország, ezt bizonyítja az is, hogy 2019 rekordév volt a turizmus szempontjából. A szálláshelyek összbevétele tavaly csak nem 560 milliárd forint volt, ami több mint 8%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ebben az EGRI szállodában is érezhető a forgalom növekedés, szinte egész évben teltházzal üzemel. Előre körülbelül egy-két hónapra már telített a szálloda hétvégi időpontokat tekintve, tehát most jelenleg is az április 3 az első szabad időpontunk. Népszerű úti cél a főváros is. Ebben a budapesti szállodában évről évre nő a vendégészakák száma. 2019-ben rekordévet zártunk, így az előző éveket és a saját várakozásainkat is sikerült felülmúlnunk. A tavalyi évben a főszezonban folyamatosan nőtt az átlagfoglaltságunk. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója azt mondta, a turizmus növekedése már 10 éve töretlen. A magyar turizmus növekedése 2010 óta tart, és évről évre a világ átlagot meghaladó mértékben bővül az ágazat teljesítménye. Az uniós átlag kétszeresével emelkedik az ágazat árbevétele. Guller Zoltán hozzátette, a forgalom növekedés egyebek mellett az elmúlt években végrehajtott és a jelenleg is zajló turisztikai fejlesztéseknek köszönhető.
Megdöbbentő videó jelent meg az interneten. Prágában egy térfigyelő kamera vette fel, ahogy három óvónő a lezárt sorompónál átvezeti a gyerekeket a sineken. Egyikük még vissza is fordult a lemaradókért, így több óvodás is egyedül szaladt át a túloldalra. Az óvónők azzal védekeztek utólag, hogy a gyerekek nem voltak veszélyben, mert már korábban elment a vonat. A rendőrség minden esetre nyomozást indított. És egy megrázó történet itthonról, megölte két gyerekét, majd saját magát egy férfi Tatabányán a családi házukban. A szomszédok veszekedést hallottak, ekkor kihívták a rendőröket, a járőrök már nem tudták megmenteni a két kisfiút. Pénteken délelőtt érkezett bejelentés a rendőrségre családi veszekedésről. A helyszínre a tatabányai járőrök érkeztek ki, akik megállapították, hogy a házban élő férfi megölte két gyermekét, egy 7 és egy 9 éves gyermeket, majd önmagával is végzett. Az eset körülményeit a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja. Vádat emeltek a 2017-es Kozma utcai fogolyzendülés résztvevői ellen. Azért lázadtak fel a rabok, mert az őrök elvették tőlük az engedély nélkül bevitt mobiltelefonokat, valamint a náluk lévő kábítószert is. A randalírozó rabokat végül kommandósok fékezték meg. Ha letöltik jelenlegi büntetésüket, akkor a fogolyzendülés miatt még újabb olyan 5-8 évet bent maradhatnak. Kábítószert, mobiltelefonokat és egy bicskát is találtak az őrök az egyik zárka biztonsági ellenőrzésénél a Kozma utcai börtönben 2017. júliusában. A zárka 10 lakója közül 5-en nehezményezték, hogy a tiltott tárgyakat az őrszemélyzet lefoglalta és randalírozni kezdtek. Megrongálták a zárka berendezését, ütötték az ajtót és fenyegették a börtönőröket. Egyik társukat pedig, aki nyugalomra próbálta inteni őket, megverték. Mivel a randalírozást a felszólítás ellenére sem fejezték be, kommandósokat kellett bevetni a megfékezésükre. A hazai börtönökben az ilyen és hasonló jellegű rendkívüli eseményeket a szervezetünk speciális egységei, az úgynevezett műveleti csoport tagjai számolják fel. A konkrét esetben ugyanez történt, kollégáim gyors és hatékony intézkedésének köszönhetően haladéktalanul felszámolták az eseményt. Az ügyészség most vádat emelt a fogolyzendülés részvevői ellen. A fővárosi főügyészség 5 férfival szemben fogolyzendülés büntette miatt emelt vádat, 3 vádlott erőszakos módon követte el ezt a bűncselekményt, amely minősített esetet a törvény 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget. A vádlottak jelenleg is töltik korábbi jogerős ítéletüket. A fogolyzendülés miatt egyikük sem bocsátható feltételes szabadságra, és ha letöltötték büntetésüket, további börtönévekre számíthatnak. 12 drogkereskedelemmel gyanúsított ember tartóztatott le egy nap alatt a bíróság. A nyomozók hetekig figyelték őket, az utóbbi hónapok legnagyobb rendőrségi akciójában fogták el végül őket a napokban. 200-an csaptak le 20 helyen. A gyanú szerint néhány hónap alatt csak nem 400 millió forintot kerestek a drogokkal. Hónapokig tartó felderítő munka után 200 rendőr egy időben, két megyében, 20 helyszínen csapott le a dílerekre. A terrorelhárítási központ közreműködésével végrehajtott akcióban kábítószerkereső kutyákat, talajradarokat, fémkereső berendezéseket és drogazonosító műszereket is bevetettek. A házkutatásoknál a rendőrök kiporciózott kábítószert, fegyvert, nagy mennyiségű készpénzt és több luxusautót is lefoglaltak. 17 embert állítottak elő, közülük 14-et bűnszövetségben kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt gyanúsítottként hallgattak ki. Az akció során kollégáim 10 embert vettek őrizetbe, egyben előterjeszt is tettek letartóztatásuk indítványozására. A gyanú szerint néhány hónap alatt több mint 100 kg új pszichoaktív szert adtak el, amiből 380 millió forint bevételük származott. A rendőrök elfogták azt a két férfit is, akik egy dunakeszi ingatlanban kereskedésre szánt amfetamint állítottak elő. Hetekig figyelték őket, akkor csaptak le rájuk, amikor 39 kg kiporciózott kábítószerrel a kocsiuk csomagtartójában éppen el akartak indulni. Ügyfelemet jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják. Az ügy kezdeti szakaszában ő nem kíván vallomást tenni. Az ügyészség a szökés elrejtőzés veszélye, a tanúk befolyásolásának a lehetősége, illetve a bűnismétlés veszélye miatt kezdeményezte a letartóztatását. A bíróság péntek délután mind a 12 drogkereskedelemmel gyanúsított ember, köztük egy nő letartóztatását.
Nézzük, hogy mi lesz az M5-ön a híradóban. Kecskés Lilla jelentkezik. Szervusz Balázs, jó estét kívánok! Átadták a Kovács László és Zsigmond Vilmos operatőrdíjakat. A helyszínről jelentkezünk. Aztán ma este mutatják be Giuseppe Verdi Don Carlos című operáját a Miskolci Nemzeti Színházban, és elindult a nevezés a 2020-as Szikra díjra. Az Óbudai Danubia zenekar pedig különleges koncertet tartott hallássérülteknek. A híradó után kezdődő Ez itt a kérdés mai vendégei pedig Sebő Ferenc és Jávori Ferenc Fegya lesznek. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk. Nagyon szépen köszönjük, sporttal folytatjuk.